Tisztelettel köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! November 30-án elindult Romániában az italcsomagolások visszaváltó rendszere. Egyelőre azonban nem aratott osztatlan sikert, bár a hatóságoknak, a gyártóknak és a forgalmazóknak lett volna idejük bőven felkészülni rá. Melyek az első tapasztalatok, van-e esély arra, hogy az elképzeléseknek megfelelően működjön a rendszer? Erről beszélgetünk mai műsorunkban a Returo rendszer megálmodójával, Táncos Barna szenátorral, korábbi környezetvédelmi miniszterrel. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, szenátor. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Úgy látom, hogy egyik szeme sír, a másik meg nevet a Returo rendszer kapcsán. Most néhány nappal vagyunk az indulás után. Melyik érzés erősebb önben, az öröm vagy a kudarc? Az egyik sír, a másik meg zokog. Van benne pozitívum kétségtelen, hisz az első és a legfontosabb dolog talán az, hogy a november 30-át azt tartotta a következő kormány, következő miniszter is, és nem halasztott de jure jogszabálymódosítással a november 30-át nem toltak innebb. De facto van egy hónapos csúsztatás, hisz megengedte a termelőknek egy új kormány határozata, hogy december 31-ig még régi címkés palackokat tehessenek a piacra, ami azt jelenti, hogy ezek a palackok nem 50-ban is betétdíjasok lesznek, ezek a termékek nem lesznek drágábbak 50-banival, és nem lehet majd visszakérni rájuk az 50-banit, és rövidebbre szabta az átmeneti időszakot, egy év helyett 6 hónapot, 50%-kal rövidebb periódus hagyott jóvá. Ez az új kormányhatározat sajnos egy ilyen ollóeffektust hoz létre, ami azt jelenti, hogy több termék lesz a piacon, és kevesebb idő alatt kell kifuttatni őket. Egy rossz döntés véleményem szerint, de meglátjuk majd az elkövetkező 4-5 hónapban, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Ami biztos, hogy november 30-ától elméletileg már vannak piacon olyan termékek, amelyeken rajta van a Returos logó. Itt a szomorú az, hogy néhány terméket láttam november 30-án Bukarestben, hisz meghívott a miniszterelnök, illetve a miniszter az indító eseményre. Annyira picik ezek a logók rajta, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy megtalálja az ember. Tehát ez is egy negatívum a rendszernek, és itt az a baj, hogy az utóbbi 4-5 hónapban nem volt elég határozott, nem volt elég konszekvens, és nem abban a ütemben, nem abban a ritmusban mentek a dolgok, ahogy kellett volna. Az új miniszter egy picit kiengedte kezéből a gyeplőt, és ezt hamar kihasználták a termelők, hamar kihasználták a kereskedők. Nem történtek meg azok a dolgok, a könyvelési procedúrák elfogadása, a pénztárgépek szoftverjének a módosítása. Ezek mind olyan apró részletek, amelyek ismét csúsztatják, késleltetik a rendszernek a bevezetését, de ez volt a negatívum. A pozitívum az, hogy a héten már elindult a nagyüzemi termelés a nagy gyárakban, és a héten már lesznek készleten, nagy mennyiségben betétdíjas, palackos termékek a gyártóknál, sörgyárban, borvíz töltődében, üdítő töltődében, tehát itt mind-mind beindul a nagyüzemi termelés. Ez januártól valószínű piacra kerül, piacra kerülnek ezek a termékek, és a rendszer visszafordíthatatlanul elindul a bevezetés útján. Menet közben lesz még finom hangolás biztos, szükség lesz apró módosításokra. Segíteni kell a kiskereskedőket. Ezt mulasztotta el sajnos a kormány, nem kommunikált erről megfelelőképpen, nem kommunikált az önkormányzatokkal, hogy miben tudnak az önkormányzatok segíteni, hisz lehetővé tettük a kormányhatározatban, még a bevezetést jóváhagyó a legelső kormányhatározatban, hogy a kiskereskedők társulni tudjanak és közösen hozzanak létre visszaváltó pontokat, illetve az önkormányzat a kiskereskedőket támogatva hozzon az önkormányzat létre ilyen beváltó pontokat. Ezt felajánlom minden önkormányzatnak, ahol találkozok polgármesterekkel minden megyében, hogy ahol tudnak, szálljanak be ebbe a történetbe, segítség a kiskereskedőket, és segítség az illető közösséget azzal, hogy abban a faluban, abban a községben működjön visszaváltó pont. Most gyakorlatilag ezek a visszaváltó pontok automatákban fognak működni, vagy pedig effektív valaki kell, hogy ezzel foglalkozzon? A nagykereskedők automatákat fognak működtetni. Ezek már működőképesek, be vannak üzemelve, és rá vannak kapcsolva arra az informatikai rendszerre, ami egy picit megkésve, nem teljességében, de létrejött, valamilyen szinten működik elméletileg. Az automatákat csak a nagykereskedőknek éri meg működtetni, vagy
egy község szintén egyet működtetni minden kiskereskedőnek, kiszolgálva ezáltal a kiskereskedőket, a lakosokat, és kiváltva a kisboltoknak a visszaváltó pont létrehozási kötelezettségét. Az önkormányzatok ebben tudnak segíteni, én bízok abban, hogy nagyon sokan lesznek, akik meg is teszik. Az automaták még egyszer ott fognak működni a nagy bevásárlóközpontoknál, a kis üzletek pedig, ők mind kézi visszaváltó pontot fognak működtetni, ahol a palackot átadjuk az elárusítónak, és az elárusító megnézi egy telefonos applikációval, hogy az egy jó vonalkód-e, hogy jár-e érte az 50 bani, és hogyha jár, akkor beszámolja a vásárlásba, levásárolhatjuk azt az összeget, vagy ha kérjük, akkor készpénzben is visszaadja. Gyakorlatilag akkor a vonalkódot is megváltoztatják? Mert hogy a kis logó rajta van, de automatán le kell olvasni, ugye? Azt a palackot, igen, amelyet visszaválthatunk. Határozott igen a válasz, hisz minden termelő megkapta a vonalkód új struktúrát hónapokkal ezelőtt a Returótól, attól a részvénytársaságtól, aki az egész országos rendszert működteti, és megkapták az új szabályokat, hogy hogy kell új betétdíjas vonalkódot generáltatni. Megvannak a szakcégek, akik a vonalkódokat generálják, és azzal a vonalkóddal lehet az automatába beolvastatni az illető palackot. A meglévő készletet azt még forgalomba hozhatják a kereskedők? Igen, ez a szabály, erről az átmeneti időszakról beszéltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy ollóeffektust generálta a miniszter, és ez nehéz helyzetbe fogja hozni a piacot, hisz megengedte, hogy több termék régi címkével több termék kerüljön a piacra, másfelől pedig csökkentette az átmeneti időszaknak az időtartamát június 30-áig kell ezeket a palackokat kifuttatni úgymond a készletről. Ez természetesen nem fog megtörténni, lehetetlen. Vannak olyan termékek, amelyeknek a körforgása a drágább italoknak például hosszabb, mint fél év. Ezért nagy valószínűséggel ezen még egy picit módosítani kell, de igen, van egy átmeneti időszak, amíg ott vannak a régi palackok, retúró logó nélkül és 50 bani nélkül, tehát azokat nem lehet visszaváltani, és ott vannak az újak. A régieket továbbra is a szelektív hulladékgyűjtés szabályai szerint kell gyűjteni, külön kell szedni a műanyagot, az üveget, az alumíniumot, a régieket össze lehet préselni, nagyon-nagyon fontos, hogy az újakat nem szabad se összepréselni, se pedig megrongálni rajta a címkét, mert azt a címkét az automata be kell tudja olvasni. Miért nem tudott nagyobb lendülettel beindulni ez a rendszer, szenátor úr, hiszen már évek óta beszélünk róla, idő lett volna felkészülni, hisz ez a november 30-ai határidő már egy halasztott határidő. 2021-ben fogadtuk el a kormányhatározatot, azóta készülhet a piac, a termelők, a fogyasztók, a kereskedők készülhetnek a bevezetésre. Benne van a romániai közhangulatban, hogy úgyis elhalasztják, úgyis meghosszabbítják. Amikor 21-ben elfogadtuk, akkor egy olyan egyéves időszakot tűztünk ki, ami tudtuk, hogy nem teljesíthető. Mindenütt másfél-két év volt legalább a bevezetési időszak minden uniós országban, de nyomást helyeztünk a kereskedőkre és a termelőkre, hogy felpörgessék a dolgaikat, és ez működött is, itt november 30-ára a rendszert be lehetett volna úgy üzemelni, hogy jól működjön. Februárban már ki volt választva a cég. Ez egyetlen cég jelentkezett a működtetésre, ez a Returo részvénytársaság, utána lehetett volna gyorsabban, ez 2022-ben. Augusztusban véglegesítettük a procedúrát, tavaly augusztustól tudják, hogy ők a felelősek, volt rá másfél évük, jó nyugodtan működtették volna a rendszert úgy, vagy kezdhették volna a rendszert úgy, hogy november 30-án tökéletes állapotban legyen. Voltak gondjaik, nekük is megértem, de telt az idő annélkül, hogy dolgoztak volna megfelelőképpen. Tehát kellett volna az utolsó 4-5 hónapban, sokat veszítettek a lendületből, de na, ez a helyzet, az új miniszter még meg kellett nézni, hogy mi nem jó, ugyanis egy új miniszter mindig azzal kezdi a mandátumát, hogy megnézi az előzők, mit nem csináltok jól. Na, de én örülök annak, hogy ezt végül belátta, hogy ez egy jó rendszer. Az igazság az, hogy ő még dolgozott, Fekete miniszter úr dolgozott ezen a rendszeren 2020-ban államtitkárként. Ő volt az, aki az első tárgyalásokat a termelőkkel és a kereskedőkkel lefolytatta. Akkor ők egy olyan kormányhatározat tervezetet készítettek, amellyel én tényleg nem értettem egyet, és amin módosítottunk, és most bebizonyosodott, hogy ahhoz, hogy egy ilyen mamut vállalatot létrehozzál oda, állami háttértámogatást kell,
nem lehet egy egyesülettel ezt az egészet letudni, mint egy kis 2-3 milliós uniós országban, tehát ott akkor ilyen pici piacok vannak, kevesen vannak, egy tízede a piac, mint Romániában, ott lehet szórakozni, itt egy mamutvállalat alakul ki, több 100 millió eurós pörgéssel, forgalommal, ezt követhetővé kell tenni, ezt számon kérhetővé kell tenni, az emberek, akik ezzel foglalkoznak, felelősséggel kell ezt csinálják, mert ha bármi történik, akkor azonnal bilincs jár érte, itt óriási összegek forognak, és itt nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne történjen ebből lopás. A cégeknek, kereskedőknek megéri anyagilag ez a visszaváltási történet? A kereskedők nem karitatív tevékenységet folytatnak, hisz a szolgáltatásért pénzt kapnak. Az automatát működtető nagy kereskedő is pénzt kap minden egyes palackért, a kis visszaváltó pontot működtető kereskedő is pénzt kap minden egyes visszaváltott palackért. Túl azon, hogy az 50-ben itt megkapja a retúrótól a kis kereskedő, minden egyes palackért 5 és 15 bani közötti összeget fizet a retúron neki. Havi elszámolással minden hónap végén be kell írni a saját fiókjában, internetes oldalon, a retúró oldalán kitölti a saját fiókjában a visszaváltott mennyiségeket a cég. Arra számlát ír a retúrónak, a retúró pedig kifizeti ez a rendszer, és ez fog is működni, van pénz a rendszer, mert pénzhiányra nem fog hivatkozni senki, hisz minden termelő, amikor piacra teszi az új terméket, az új palackkal, retúrós, a betétdíjas palackkal, akkor a retúrónak befizeti az 50 banit, és befizeti a kezelési díjat is, amiből majd a retúró kifizeti a begyűjtést. Tehát ez egy jól működő rendszer, nem így találtuk ki, tehát nem kell azt higgye valaki, hogy itt milyen zsenialitással rendelkezünk. Megnéztük, hogy működik jól külföldön, és egy jól működő rendszert alkalmazunk Romániában is. Ezt kellene nagyon sok területen tenni, nem találmányokkal és kísérletekkel bolondítani itt a világot, hanem megnézni, hogy mi az, ami jól működik külföldön, amit már kipróbáltak, tanulni az ők hibájukból és egy jó rendszert bevezetni. Ezt tettük mi is. Egyébként uniós pénz van a rendszerben? Nincsen uniós pénz, és nincsen támogatás sincs. Habár lehetne, a kiskereskedőknek, illetve az önkormányzatoknak mindenképpen támogatást kellene nyújtani ahhoz, hogy közösen például automata beváltó pontokat hozzanak létre, oda jól jönne a támogatás. A nagykereskedők visszakapják a pénzüket, és megéri ezt a tevékenységet folytatni, hisz az automatáknak a működtetése az egy kézenfekvő dolog. Ezáltal még az ügyfeleiket is magukhoz kapcsolják, ott, ahol jól működik a visszaváltás, ahol jók az automaták, ahol gyorsan megy a visszaváltás, oda szívesen jönnek majd a vásárlók, és szívesen hozzák vissza majd 50 baniért ezeket a palackokat. Ez így történik minden európai, civilizált európai országban, ahova tartozunk mi is természetesen, vagy legalábbis reménykedünk abban, hogy oda fogunk tartozni minél hamarabb. Említette, hogy vannak már a kereskedelemben ilyen visszaváltható csomagolóanyagok. Kik voltak azok, akik a legkomolyabban vették? Tudjuk ezt? A nagykereskedők azok, akik ugye elsősorban az automaták beszerelését bevállalták, és a nagykereskedők mind készen álltak az indulásra. A nagy termelők közül most brandet, cégnevet nem nyilván említenék, de a nagy sör palackozók, ők az első között járnak, a nagy üdítő, a legnagyobb üdítő palackozók, az amerikai nagy üdítő palackozók, ők akik előjárnak ebben a témában, és ők próbálják is ezt marketingként is úgy kommunikálni, hogy ők vigyáznak a környezetre, habár nem esnek túlzásokba sajnos. Én az elmúlt 2,5 évben azt láttam, hogy nem szakítják el a hámot, nem érdekli őket annyira a környezet, mint amennyire érdekli a hulladék és a csomagolóanyag gazdálkodásnak a költsége. Szívesen fizetnek nagyon keveset, csak hogy letudják a kötelezettséget, és utána nem érdekli, hogy milyen hatékonysággal végzi el a visszagyűjtési feladatot az a cég, akiknek átruházták ezt a kötelezettséget. Tudni kell azt, hogy minden termelő, amikor piacra tesz egy terméket csomagolóanyaggal, a csomagolóanyagnak a visszagyűjtését a piacról ugyancsak az a termelő kell elvégezze. Ezt a kötelezettséget átruházhatja valaki másra, de azt megfizeti, és az a valaki az ő nevében visszakészítje minden csomagolóanyagot. Független attól, hogy műanyag fóliáról, PET-palackról, üvegről, alumíniumdobozról, raklapról beszélünk, rácsokról, bármilyen csomagolóanyag
a termelő kötelezettsége és a termelő terheli. Ezért a termék árában benne is van ez. A különbség az, hogy amikor egy nagy termelő, aki mondjuk 1 milliárd palackot dob egy évbe piacra, az amikor megnézi a számlát évvégén, akkor azt szeretné, hogy minél kevesebbe kerüljön ez a szolgáltatás, és utána nem is érdekli az, hogy most 50%-át, 80%-at vagy 99%-át gyűjtette vissza a palackoknak. Sajnos abból a 7 milliárd palackból, ami Romániában évente a piacra kerül, kevesebb, mint 50% kerül újrahasznosításra. Ez azt jelenti, hogy a többi ott van valahol a természetben, az utcán, a patakban, az erdőben, a 2,5 literes sörös palacktól kezdve a kis alumínium dobozik, minden szanaszét van az országban. De ez a rendszer, a betétdíjas rendszer képes 90%-os hatékonyságot elérni, és én biztos vagyok benne, hogy Romániában is ott leszünk egy 2,5 év múlva, hogy megközelítjük a 90%-ot, az pedig egy óriási dolog a természetnek elsősorban. Szeretem az optimizmusát, szenátor úr. Egyébként, amikor megvásároljuk ezeket az italokat a kasszabonon, feltűnik, hogy adtunk érte 50 van itt pluszba? Tehát tudjuk azt, hogy ez betétdíjas palack? Igen, az első vásárlást azt hiszem, hogy én eszközöltem az országban, hisz a nagy felhajtásban Csuk úr meg miniszter úr úgy dobták bele az első palackokat, hogy nekünk elő volt készítve az üres betétdíjas palack. Én elmentem, kipróbáltam a teljes folyamatot, és vásároltam két betétdíjas palackos terméket, és amikor a pénztárhoz értem, akkor egy fiatal srác állt a pénztárnál Bukarestben, egy nagy bevásárló központnál, és odaadom a kettőt, becsippantja a termékeket, és lefagy. Akarom tartani a telefont, hogy fizessek, azt mondja, nem, mert van egy probléma, a probléma mare. És megállom, mondom, de mi a gond? Hívja a főnökét. Azt mondja, főnök, itt elromlott a rendszer. Kérdezi, miért? Azt mondja, hogy kettőt becsippantottam, és 4 jelent meg. Ugye mind a két palackra külön feltüntette az 50-ban is betétdíjat, az elsőre és a másodikra is, és a srác lefagyott, nem tudta, hogy mi történik. Mondtam, hogy nyugi, ez jó, ez a rendszer, ez te vagy az első, aki elad az első ilyen palackot, és le is fényképeztem azt a képernyőt, ahol megjelent külön az 50-bani a termékre, és a pénztár szalagon is megjelenik külön a betétdíj. Fontos az, hogy amikor hozzuk vissza, nem kell pénztárszalag. Nem kell hozni semmit, egyszerűen az üveget be kell dobni az automatába, vagy a műanyagpalackot, és tovább a rendszer intézi. Tehát ezt a kis falusi boltban sem kérhetik az embertől? Sehol nem kérhetik a pénztárszalagot visszaváltáskor. Uh-huh. A Konstancán megvásárolt üdítőt, most nem szabad sört mondani, mert hogy az ember vezet szatmárig haza a tengerről, akkor biztos nem iszik sört, de ha Konstancán vásárolta az üdítőt, Szatmáron visszadobhatja az üveget az automatába. Gemma Webber, a Returo RT ügyvezető igazgatója mondotta, hogy két része van annak, hogy megváltozott Románia hozzáállása az újrahasznosításhoz. Az egyik az infrastruktúra, a másik pedig a felelősség és a cselekvés a polgárok részéről. Most úgy tűnik, hogy az infrastruktúra valamennyire kiépült. Ki fog épülni? Ön már mondotta, hogy 2,5 év múlva elérünk egy bizonyos szintre, de valóban lát esélyt, hogy ez a kettő együtt elvezet ahhoz, hogy ezeknek a csomagolóanyagoknak a 90%-a megváltozzon, mert én fogyasztóként nyilván azt látom, és mindig a hatóságokat teszem felelőssé, ahogy teszi a lakosság 99%-a, hiszen... Vagy a szomszédot, igen, de hogy bennünk megvan a jó akarat, de hogyha nincs egy kuka, ahova eldobjam azt a szemetet, előbb-utóbb az utcán fogom eldobni. A Gemma elegánsan fogalmazott, hisz ő több évtizedes nagyvállalati vezetőként tudta, hogy kell a felelősséget egy picit megosztani. Azért mondom ezt, mert jó lett volna, hogyha a Gemma és a csapata november 30-ára kiépítette volna a teljes infrastruktúrát, az az ők feladatuk. És mivel nem teljesítettek 100%-osan, ezért egy picit szerette volna gondolni megosztani a felelősséget. Amúgy Gemma jó munkát végez a Returónál, a probléma az, hogy későn érkezett, a headhuntingolást tajakolta el a részvényesek csapata, és későn hoztak egy vezérigazgatót a Returóhoz, de ismét ez már a múlté. Valóban kell mind a kettő. Az infrastruktúrának a kiépítése az a Returó és a Gemma feladata. Ahhoz megvan a pénzük, megvan a hitelszerződésük a nagy bankkal,
és több mint 150 milliós beruházási csomagot kell eszközöljenek, vagy beruházást kell eszközöljenek ahhoz, hogy ez az infrastruktúra kiépüljen. Ezek az automata számlálók, ahova beöntik a palackokat, ugye zsákba gyűjtik a kiskereskedőnél, azt kötegelik úgy, hogy rá van egy vonalkód a kötegelőre nyomtatva, azt már az üzletnek küldik névre szólóan, és amikor ő kötegelte a zsákot, és a zsákot bevitték a számlálóba, ott becsippantják a számláló sor végén, felöntik a zsák tartalmát, az övegeket, a palackokat kijöntik belőle, és utána a rendszer tudja, hogy azok a palackok attól az üzlettől jöttek. Ilyet fognak építeni 17-et, az elsőt Boncidán nyitottuk meg, egy hete, két hete, most nem tudom pontosan, azt hiszem két hete. Tehát a Boncidaihoz hasonlót még 16-ot építenek, és az lesz az infrastruktúra, amelyik megszámolja. Kell egy nagy logisztika hozzá, aki minden kis üzlettől megy az autó és összeszedi. A kis üzletektől minimum hetente el kell vinni a zsákokat, ezt írja a jogszabály. Ezen kívül ott, ahol még több gyűl, ott még gyakrabban kell jönnek, hogy elszállítsák. Ez a Gemáik feladata, ez a Returónak a feladata. Ami minket, fogyasztókat érint, valóban kell egy mentalitásváltás, és ehhez, vagy ebben segít a katalizátor. A katalizátor az 50 bani. Tehát az segít bennünket, hogy számszerűsíteni tudjuk, hogy mennyi dobunk ki a természetbe. Hogyha összegyűl otthon 15-20 palack, az már pénz, egy kenyérre, pénz egy következő sörre. Sokan azt mondták, hogy mindenki ki tudja számolni, hogyha naponta megissza az egy sört, akkor a pénteki az kijön az üvegekből. Ezzel van egy jó vicc is a Nyuszikával, aki helikoptert vásárolt az erdőben a visszavitt üvegekből. Helikoptert nem fogunk venni valószínű a betétdíjas garanciákból, de az biztos, hogy a gyerekeknek egy jó móka lesz visszagyűjteni a pénzt és megvenni az édességet, megvenni azt, amit az üzletbe közben meg szeretnének vásárolni. A családnak pedig számszerűsíthető, hogy mennyi pénzt dobunk ki az ablakon, hogyha nem gyűjtjük vissza ezeket a palackokat. Mi történik ezekkel a csomagolóanyagokkal? Bezúzzák, és főleg itt az üvegekre gondolok, mert hogy régebben azért mosták ezeket az üvegeket és újrahasznosították, most ezek bezúzásra kerülnek? Újra hasznosítják, nem újra töltik. Valóban ez a rendszer nem érinti azt a típusú ásványvíz vásárlást, ahol visszavittük az üveget, és a rácsban, a rekeszben elvittük a következő 12-t, vagy a következő 10-et. Tehát azon nem is lesz? Azon nem lesz ilyen, és azt nem is befolyásolja semmiféleképpen. Most mondanám, hogy a fekete címkés Csíkszentkirályon palackozott ásványvízzel gondolok, amelyeket nagyon sokan ismernek. Bizony. De ugye nem szabad brendeket emlegetni, még a Szent Királyt se. Úgyhogy nem beszélünk olyan termékekről, amelyek az egész ország gyöngyét képezik, nem csak a megyének a gyöngyét. Tehát azokra nem vonatkozik, a többi üveget pedig összezúzzák és beolvasztják, újraolvasztják. Most nyitott meg egy új beolvasztó vonalat az egyik hazai újrahasznosító, vagy üveget gyártó cég. Hasonlóképpen a PET palackot bedarálják, utána granulátumot készítenek belőle, és granulátumként eladják azoknak a gyáraknak, akik ismét műanyag termékeket csinálnak belőle. Van, amelyikből ismét italcsomagolás lesz, PET palack, van amelyikből pedig zsákok, még különböző ruhanemük akár, még mindenféle műanyag termék. Van ma piaca az újrahasznosítható anyagoknak mondjuk a Returo rendszeren kívül? Határozottan igen. Mai napig a szelektíven gyűjtött hulladékból újrahasznosításra kiválogatott anyagokat megvásárolják az újrahasznosító gyárak, az újrahasznosított anyagot készítő gyárak, pontosabban, hogy pontosan fogalmazzak. Ott Buzogban működik egy óriás, itt Vásárhely mellett nyitottak egy nagyot, ami PET palackra specializálódott, lent a déli megyék egyikében, most nem emlékszem pontosan, ott is van egy nagy PET palackot újrahasznosító gyár, tehát újrahasznosító kapacitása van Romániának, nagyobb az újrahasznosító kapacitása, mint amennyi újrahasznosítható anyagot össze tud gyűjteni a lakosság. Ezért én ott optimista vagyok azon a területen, biztos, hogy lesznek gyárak, ahol ezeket a PET palackokat, alumínium dobozokat, illetve az üveget újra darálják, összetörik, beolvasztják és új nyersanyagot készítenek belőle. Táncos Barna szenátor, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, további jó televíziózást mindenkinek. A nézőknek köszönöm a figyelmet, Agyagási Levente vagyok, további szép délutánjuk legyen, viszontlátásra. Thank you.